Micsoda? A DK belekerült a PES-be. Na nem, nem ebbe. A focimániás párt az a másik. A PES a játékon kívül az Európai Szocialisták pártcsaládját jelenti, ez az EU legnagyobb szociáldemokrata közössége. Na ennek lett most a DK teljes jogú tagja, Gyurcsány Ferenc így nyilatkozott a kongresszust követően. Hosszú építkezésnek az egy rendkívül fontos pillanata. Hát így. Mi van Gyurcsány Ferenc podcastjével? Hát így. DK-s berkeken belül ez egy közkedvelt kifejezés, de itt most valami többet jelent. A műsorban a DK elnöke olyan emberekkel beszélget, akik saját sorsukkal, történetükkel, küzdelmeikkel mutatják meg, milyen is ma magyarnak lenni. Az adások csúrig lesznek politikával. Nem. Ebben a műsorban szó sincs politikáról. A podcast hetente fog új adásokkal jelentkezni, vagyis hogy nem maradj le semmiről, kövess Gyurcsány Ferenc Facebook oldalát. Mi van a Dobrev Klárás órás plakátokkal? Plakátvadászat. Majd elmondom. Sétálva az utcán számos óriás plakátra lehetsz figyelmes. Egy hatalmas DK-s nevet keres, rajta a szlogenünkkel. Európai, magyar, szociáldemokrata. Miért kellenek ezek? Azért, mert nem árulunk zsákba macskát. Ezzel a három szóval írható le leginkább az, milyen országot is szeretnénk, és ezt minél több magyarhoz el akarjuk juttatni. Országszerte 500 hasonló plakát lesz kint november végig, vagyis van mire vadászni. És hogy miért mondtam azt, hogy vadászni? Töltsd a DK plusz a DK mobil alkalmazását, küldd be a képet, gyűjtsd be a pontokat és értékes jutalmakat nyer. Mi van az Árnyék kormány programjával? Dobrev Klára és az Árnyék kormány folytatta a Szociáldemokrata Fordulat programjának bemutatását. Nagyon röviden összefoglalom, az utóbbi kettőben miről is volt szó. Munkaügyi fejezet. Olyan fizetéseket akarunk a magyar embereknek, amiből meg lehet élni, félre lehet tenni három havi bért, és el lehet menni legalább évente egyszer nyaralni. És mindez nem légből kapott ígérgetés, az anyagi háttér is biztosított hozzá. Mezőgazdasági fejezet. A föld azé, aki megműveli. És a magyar földet vissza fogjuk venni azoktól, akik ellopták azt a magyaroktól. Hát így. Tehát összefoglalva, a DK és az Árnyék kormány hétről hétre egyre több újdonsága jelentkezik, legyen szó PES csatlakozásról, mobil alkalmazásról, podcastről, vagy javaslatokról a magyarok életének javítására. Ez volt a Dekódold a DK-t, tarts velem legközelebb is!